Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági térség, ezt az is igazolja, hogy minden jogcímen, amire pályázni lehetett, az országosan beadott támogatási kérelmek több mint negyede a megyéből érkezett 2016-ban, hangzott el a sajtótájékoztatón. Aktivitás szempontjából az elsők vagyunk. A területalapú támogatások vonatkozásában Bács-Kiskun megye előz meg minket, de csak pár száz fővel. Ott másodikok vagyunk, viszont a beruházásos jellegű pályázatok esetében a VP-t, tehát a vidékfejlesztési programnál ott viszont torony magasan elsők vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy Szabolcs megyébe annyi pályázat érkezik be, mint Dunántúli 7-8 megyébe együttvéve. 2016-ban 36 jogcímen tudtak kérelmet benyújtani a gazdák, 2017-ben ez 41-re nőtt. Kibővült például az intenzív növénytermesztéssel és a tejágazat támogatásával. Az eddigi eredmények szerint 60%-kal csökkent a problémás kérelmek száma, ami sok esetben egy hiányzó aláírás vagy kihagyott jelölést jelentett. Az országos kifizetési számok is magasak, hiszen 99% előtt vannak már határidőt megelőzően is a kifizetések. Megyei szinten pedig azt kell mondom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még az országos szint felett is áll. Országosan egyébként több mint 410 milliárd forintot érintő kifizetésről beszélünk, ez a megyében 31,8 milliárd forintot jelent, ami úgy gondolom nagyon magas szám, hiszen a megyénk egyébként valóban igazi agrárvidék, és az itt élő vállalkozások, agráriumban dolgozók pedig megérdemlik, hogy minél hamarabb jutottak hozzá, vagy jussanak hozzá forrásokhoz. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a 2017. évi benyújtott kérelmek száma meghaladta a 176 ezret, összesen 5 millió hektár nagyságú területre vonatkozóan. Ebből a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák kérelmeinek száma több mint 22 ezer, amely mintegy 311 ezer hektár területet jelent.